A Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományozott dr. Krupa Józsefnek, a Kruppamag kutató vetőmagtermesztő és kereskedelmi Kft. Ügyvezetőjének kiemelkedő oktató-kutató munkája elismeréseként. Krupa József nevéhez fűződik többek között a Hungaro Durumrozs élelmiszeripari felhasználását népszerűsítő program. A durum rozsa, búza és a rozs legjobb tulajdonságait egyesítő, mesterségesen előállított fajta hibrid, a tritikáli egyik magas fehérje tartalmú fajtája, amelyet a kisvárdai Krupa József nemesített. A búzához képest a durum rozsnak kedvezőbb a fehérje összetétele, rozs tartalma körülbelül 20%-kal magasabb, ásványi anyagokban is gazdagabb. A Hungaro durum rozs, illetve az étkezési tritikáli a világon mindenütt fontos szerepet kaphat az élelmiszerellátásban. A növény a világ minden kontinensén termeszthető, igénytelenebb, mint a búza. Hazánk úttörő lehet ezen a területen, hisz külföldön még nincs olyan étkezési tritikáli vagy durum rozs, amelynek a lisztje ennyire alkalmas lenne élelmiszerek előállítására. A Debreceni Egyetem rektora és szenátusa dr. Krupa József részére a Kruppamag kutató vetőmagtermesztő és kereskedelmi Kft. Ügyvezetőjének, a mezőgazdaság és élelmiszertudományi környezetgazdálkodási kartanácsának javaslatára a Debreceni Egyetem érdekében végzett kiemelkedő oktató-kutató munkája elismeréseként június 20-án címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományozott és az ezzel járó jogokkal is felruházta. Vendégünk a stúdióban dr. Krupa József, jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Hát először is gratulálok, tanár úr, mondjam azt, hogy most már ügyvezető is ugyan, de a címzetes egyetemi tanári címhez hagy gratuláljak. Minek tulajdonítja ezt az elismerést? Hát igazából ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, ugyanis már amikor Kisvárdai Kutatóintézetnek a 90-es években a vezetője voltam, akkor már elkezdődött az egyetemre ez az együttműködés, hogy oktatóként és kutatóként is számítottak a munkámra, tehát ilyen ad-hoc jelleggel akkor már hívtak előadást tartani, főleg növénynemesítés, vetőmagtermesztés témába, tehát ami a szakterületem. Aztán 2000. január 1-től állandó alkalmazottja lettem a Debreceni Egyetemnek, hívtak, én elfogadtam, mentem a hívószóra. A növénytermesztési tanszéken egyetemi adjunktus lettem, illetve kaptam egy nagy feladatot, hogy újból összeszervezni a tangazdaságot a meglévő úgymond romokon. Ez sikerült, először igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként az oktatás mellett párhuzamosan ezt a tevékenységet is végeztem, illetve jelentős fejlesztéseket is valósítottunk meg a kísérleti telepeken. Aztán közben magánnemesítőként én folytattam a nemesítői tevékenységemet, hisz ez nem volt összeegyeztetetlen, összeférhetetlen az egyetemi munkámmal, és ennek eredményeképpen megszülettek az új fajtáim, közte a durum rozs is, és sok egyéb fajta. És akkor döntenem kellett, hogy vagy a fajtákat próbálom megismertetni és elterjeszteni, vagy maradok az egyetemen főállásban. Én amellett döntöttem, hogy alapítottam egy új családi vállalkozást, és elkezdtem az új fajtáimat megismertetni a termelőkkel, elterjeszteni. Ez úgy tűnik, hogy sikeres döntés is volt, de nem szakadt meg a kapcsolat az egyetemmel, hisz jutalommal jöttem el, közös megegyezéssel, maradtam, mint tiszteletbeli egyetemi docens, továbbra is az oktató munkába is befolytam, ugyanezekben a tárgyakban. Tehát ugyanis számítanak. Így van, kutatási együttműködésünk is volt, aha. És hát ennek azóta eltelt együttműködésnek az eredménye lett, hogy egy magasabb szintre léptünk, és előterjesztettek címzetes egyetemi tanárnak. Na akkor beszéljünk egy kicsit a másik részéről a munkájának. Miért kezd valaki növények nemesítésébe? Mi indokolja azt, hogy folyamatosan hát keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy minél jobb fajták, vagy hát minél ellenálló fajták születhessenek meg? Hát igazából ez szerintem jó, hogyha a szakember
ember egy kicsit a gyakorlatba is eltölt termelési gyakorlatban néhány évet. Én is így kezdtem 81-ben fiatal szakemberként a Tiszagyöngyi szövetkezetben, és hát ott megismerkedtem gyakorlatba is ugye a különböző növények termesztésével, az elvárásokkal a termelő oldalról, hogy egy új fajtával kapcsolatban milyen elvárások vannak, ugye termőképesség mellett, ami akkor 80-as években kiemelt hangsúly volt, emellett a minőségi tulajdonság, újabban ugye a rezisztencia, ellenálló képesség, ez nagyon fontos. És akkor később, amikor megpályáztam és megnyertem a Kisvárdai Kutatóintézetbe egy kutatói állást, akkor ugye belástam magamat azokban a növényekben, amelyekből születtek a fajtáim. És hát igazából kell egy kíváncsiság, hogy az embert motiválja arra, illetve hát ott ugye nemesítőként tevékenykedtem, de agrotechnikai kutatásokat is végeztem, és hát az, hogy egy jobbat alkotni, egy jót, amivel segítem a termelőket igazából, illetve hát mi jön ki abból a keresztezésből, különböző szülőpartnereket, esetleg szülőfajokat, különböző nemzetségmutató fajokat is a keresztezünk, és ugye abban új tulajdonságok jelennek meg, és ebben az új tulajdonságban megtalálni azt, ami gyakorlati szempontból hasznos, és ugye ebből fajta jelölt, és ebből és lesz hogy, fajta. És hogy talált rá a durumrozsra, illetve hát magára a tritikálja, az étkezési tritikáljára? Igazából, tehát Kisvárdán a kutatóintézeti munkámban ez, én indítottam el ezt a nemesítői munkát, a tritikáli nemesítést a rozs mellett, de aztán ugye ez megszakadt, mert hívtak az egyetemre, átmentem, viszont tovább érdekelt ez, mert nagy jelentőséget láttam a tritikáléba, nem csak úgy, mint a kormány, hanem úgy is, mint egy lehetséges alternatív étkezési gabonaféle, és hát igazából ez motivált, hogy tovább folytassam magánnemesítőként, a szakismereteim megvolt, a kapcsolatrendszer megvolt, ezt a ez irányú nemesítői tevékenységet, és ugye ennek eredménye lett az, hogy megkapta a hungaró fajta és az állami elismerés növényfajta oltalmat is, úgy, mint minden más fajtám, és hát igazából ez volt az első olyan tritikáli fajta, ami úgy kapott állami elismerést, hogy étkezési célra is alkalmas, és úgy is szabadalmaztattuk. Mennyire fogadták már el ezt? Mert én emlékszem, hogy évekkel ezelőtt beszéltünk, mikor elindult ez a folyamat, hogy ebből jó minőségű hát kenyeret, féksüteményeket lehet készíteni, de egyfajta ellenállásba ütközött egy kicsit a ékek részéről. Igen, szerencsére most már azért úgy néz ki, hogy ezen a problémán túlléptünk és sikerült megoldanunk, ugyanis egy új nevet kellett adnunk a tritikálénak, főleg az étkezési tritikálénak, mivel a tritikálé egy kicsit pejoratív értelmű volt, hisz aki ismerte azt takarmányként, aki igen, meg nem annak nem mondott semmit. És kitaláltam a durum rozs elnevezést, ugye elsősorban ez a durum buza és a rozsgenót egyesíti magában, ez az új fajta, a hungaró, de tartalmaz az étkezési buzából is, sőt új tulajdonságai vannak, ami egyik szülőfajra se jellemző, például a finom íz, az egyedi finom íz, és hát ugye így egyeztettem a Heszki akadémikus úrral, aki ugye genetikus növénynemesítő biotechnológus, és mondta, hogy ez egy ragyogó magyar neve lehet az étkezési tritikálénak, hisz sem botanikailag, sem szakmailag nem kifogásolható. Hol tart egyébként a folyamat? Már maga az ebből készült termékeknek a népszerűsítése, elfogadtatása, mennyire lehet már kapni ezeket a termékeket? Lehet kapni. Tehát szerencsére, hogy ezt a névváltozást elindítottuk, és a fajtánkat étkezési vonalon hungaro durum rozs néven forgalmazzuk, úgy védjegyeztettük is. Ekkor már a pékek is, a malomipar is, a fogyasztók is könnyebben hozzányúltak, hisz ugye durumot hallották a buza révén, a rozsot hallották, tehát akkor úgy még talán bennük is egy kíváncsiságot kelt fel. Most már ehető. És most már kapható, ehető. Itt a térségben elsőként a Vela Kft. Lakatos Tibor úrral kötöttünk együttműködést, azóta is folyamatosan az ő
minta pékség vagy minta boltjaiba kapható, és ő süti mindenféle terméket, tehát fehér lisztből, teljes kérdésű lisztből kenyeret, vagy szipót, veknit, kiflit, zsömlét. Tehát itt ebbe a térség belsőként. A Dunántúlon egy kicsit fogékonyabbak voltak a pékségek is, emberek is, de viszont nagyon nagy pékségekbe is elindultunk már, és ígéretünk van ősszel, nem mondanám az áruházláncot, egy nagy áruházlánc, ahol el fog indulni a termelés, és akkor országosan minden boltba ez kapható lesz, ezek a termékek. Van egy másik vonalunk is, ami szintén nagy fejlesztés folyik most, és ígéretes, az is valószínű évvégéig realizálódik. Időnk sajnos elfogyott, köszönöm szépen, hogy itt volt és vendégünk volt a stúdióban, még egyszer gratulálok az elismeréshez, a kinevezéshez, és hát természetesen majd azért a durumros termékek útjáról szeretnénk folyamatosan tájékoztatni a nézőket, mert ez egy nagyon jó magyar termék. Állok elébe, és én örülök, köszönöm a meghívást. Köszönjük.